Az első feladatunk ebben a... Hogy importáljuk be a mellékelt három tabulátorokkal tagolt UTF-8-as szöveges állományt, a fájnévvel azonos, fájnévvel az állomány elsősora a mezőneveket tartalmazza, a létrehozás során állítsa be megfelelő típusokat, kulcsokat, a jegytáblában pedig ID néven hozzon létre egy kulcsnak alkalmas mezőt. Tehát fogjunk hozzá, megcsinálok egyet, aztán még egyet, és még egyet. Tehát külső adatok, mert kívülről kell nekünk egy szövegfáj, be kéne tallóznunk tehát, ahova lementettük ezt a mappát, tehát megtaláltam a forrásokat, megnézem, hogy melyik az első, a diák felülről lefelé, tehát megnyitom a diák táblát, oké. Amint már mondtam, az első, ha még nem mondtam, akkor most mondom, az első ablakon a dokumentum varázsló, szövegimportáló varázsló első ablakán túllépek, és itt viszont mindenre odafigyelek, tabulátorral tagolt, első sor tartalmazza a mezőneveket, és a kódolásban látom a hibákat, tehát átállítom a kódlapot közép-európai Windowsról UTF-8-as kódolásra. És leokézom. Innentől fogva a kódolással rendben vagyok, az első sor mezőneveket tartalmaz, mehetek tovább. Leellenőrzöm az adattípusokat. Minden esetben szám, szöveg, szöveg, logikai ellenőrizni kell, hogy a megfelelő típusok vannak-e beállítva. Ezt legegyszerűbb itt ellenőrizni. Az ID hosszú egész, tehát rendben vagyunk. A név szöveg, tehát ezzel a típussal is rendben vagyunk. Az osztály szöveg, tehát ezzel a típussal is rendben vagyunk. Az utolsó, a fiú viszont hosszú egészként ismerte föl, hiszen számok vannak benne, és ezt fogja beállítani alapértelmezetten. De ez nekünk nem jó, hiszen logikai kell. Tehát az igen-nemet választjuk, tehát vagy igen, vagy nem, vagy fiú, vagy nem. Bajban lesz az informatika, hogyha az amerikai trendeket begyűrűzdek erősen. Na, jön a következő varázsló lépés, méghozzá az, hogy be kéne állítanunk egy kulcsot. Mindig illik kulcsot beállítani, egy-két kivétellel, ami nagyon indokoltnak kell, hogy legyen. Azt mondja, hogy az ID legyen a kulcs, tehát azt fogja egyedileg azonosítani az egyes sorokat, magyarul mindegyik biztosan különbözni fog, akár még lehet egyforma nevű tanuló is. Tehát magam választom ki, és az ID-re megyek. Ne kattingass össze-vissza, mert az ID az a kulcs, amit ki szeretnél választani. Tovább. A diák megfelelő név, tehát befejezés és bezárás. Jöhet a következő tábla.